Mikor és hol kerül sor a következő Juppi táborra, és kiknek szól? A következő Juppi táborok már szervezésben vannak, ami azt jelenti, hogy júliusban, augusztusban és szeptemberben is megyünk táborozni a szokásos helyszínre, Mezősáiba, Maros megyében. És ebben az évben három táborban és egy családi hétvégén várjuk a rákbeteg gyerekeket, a diabéteses gyerekeket és más autoimmun betegséggel élőeket a különböző korosztályban 0-tól 18 évig, ami azt jelenti, hogy lesz simán gyerektáborunk, hogyha valaki viszont nagyon kicsi, tehát például 0 és 7 év közötti, akkor őket családukkal együtt várjuk a családi táborba, vagy a családi hétvégén, illetve ennek az évnek az újdonsága, amire nagyon izgulunk, az az, hogy lesz tesótáborunk, ami ugye azt jelenti, hogy eljöhet a beteg gyerek a saját egészséges testvérével együtt. Mert ugye azt sejtjük, illetve nem csak sejtjük, azért ezt hivatalosabb forrásokból is tudjuk, hogy azért egy ilyen családban a figyelem az általában a beteg gyerekre összpontosul, és akkor lehetőséget szeretnénk arra biztosítani, hogy a testvérek testvéri viszonya épüljön, újraépüljön, megerősödjön, és hogy az egészséges testvér is ugyanazt tapasztalja meg, amit a beteg testvérem. A sajtótájékoztatón két fiatal is jelen volt, aki már részt vett egy ilyen táborban. Egy picit mesélne róluk? Igen, itt van velünk Csaba, Marosvásárhelyről, aki 18 éves, és reumás, ami azt jelenti, hogy mint az öregeknek, neki is fáj a bokája. Ez a gyerekkori betegség azt jelenti, hogy pont úgy, mint az öregeknél, egyszer csak bedagad az ízület, és borzasztóan fáj. Csaba például annak idején rá se tudott állni a lábára. Most jól van, de sajnos ennél a betegségnél nem lehet tudni, hogy 5 év múlva fordul elő újra, vagy 5 nap múlva ébred újra fel, hogy be van dagadva. És itt volt Jonuc is, aki 24 éves, ő pedig diabéteses, és ő az, aki például a mai napig tudja, hogy azért minden nap kell küzdeni azért, hogy a 14 órás munkanap mellett a saját betegségét is valahogy karban tudja tartani.